Már sok szeretettel köszöntelek a vlog sorozatomnak a legújabb részében, és ahogy a címben is olvashatod, ebben a részben a másolódásról szeretnék beszélni, azaz, hogy mi is az a másolódás, miért fontos a másolódás. Ugye azt szokták mondani, és ez talán az egyik, nem a legnagyobb alapigazság a network marketingnek, hogy akkor jó a network marketing üzlet, ha könnyedén másolható. Na most hadd mondjak neked két ellenpéldát, amivel talán jobban rá tudok világítani arra, hogy miről is szeretnék most beszélni, vagy mire akarok kiukadni. Biztos ismered az úgynevezett porszívó ügynököket, vagy az olyan értékesítőket, akik valami nagyértékű életmódváltoztató csomagot értékesítenek az emberek számára. Ugye úgy gyakorlatilag minden nap folyamatosan bombázzák az újabb és újabb ügyféljelölteket, hogy vegyék meg ezt a több százezer forint értékű porszívót, vagy esetleg az úgynevezett életmódváltoztató csomagot. Na most szerintem ez abszolút nem másolható, pláne nem hosszú távon, hiszen nem mindenki képes arra, hogy ezeket a nagyértékű termékeket értékesítse az emberek számára, és én most pont ezért nem is negatív szemszögbe szeretném ezeket az embereket helyezni, se azokat, akik erre nem képesek, se ezeket az értékesítőket, hiszen én nagyon becsülöm az ilyen embereket, akik tényleg így elő tudják adni magukat, és így el tudják adni az adott terméket. Viszont lássuk be, erre az átlagember nem képes. Mire képes mégis az átlagember? Ha én most megkérdezem a legjobb barátaimat, ismerőseimet, hogy hányszor kávéznak barátjukkal, barátnőjükkel egy héten, akkor nagyjából egy olyan számot kapnék mindenkitől, hogy 3-4-5, de a 3 az tényleg az fix. Most ez azt jelenti, hogy 3-szor, 4-szer vagy 5-ször egy héten elmennek egy kávézóba egy barátjukkal, barátnőjükkel, és megisznek egy kávét, esetleg megesznek egy süteményt 1000-1500 forintért. Na most, hogyha én abban gondolkodok, hogy nekem, vagy azoknak az embereknek, akik kávéval foglalkoznak, mit kell ebben az esetben csinálni, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy semmi különösebb. Hiszen ugyanúgy elhívod a barátodat, barátnődet, ismerősödet kávézni, pusztán annyit csinálsz, hogy te elviszed a saját kávédat. Vagy esetleg még egyet, hogy a kedves ismerősödnek is tudjál adni egyet. És igazából ott már elkezdődik egy olyan üzleti kommunikáció, hogy nyilván a barátod meg fogja tőled kérdezni, hogy mi ez a kávé, miért ezt iszod, mit tud ez a kávé, egyáltalán most hogy jött ez neked, a múlt héten még egy lattét ittál velem, és onnantól kezdve már el tudsz kezdeni beszélni az üzletről, még úgy is, hogy te egyébként nem egy üzleti prezentációt akartál neki tartani, de már azzal, hogy te a saját kávédat vitted el abba a kávézóba, már felkeltetted az érdeklődését. És ennyire egyszerű, és szerintem ez a legmásolhatóbb üzleti tevékenység a világon. Nem tudok még egy olyan terméket most mondani, amit ennyire egyszerű lehet, vagy lenne értékesíteni, hiszen te gyakorlatilag ezzel egy mindennapi tevékenységet helyettesítesz egy remek és hatékony üzleti tevékenységgel, és tapasztalatok alapján mondom, hogy nagyon sikeres. Úgyhogy ezt jelenti a másolhatóság, és hogyha jól csinálod, már pedig nem tudod elrontani, akkor te is egy jó és másolható üzletben vagy benne, és te is sikeres tudsz ezzel lenni. Szóval igazából csak ennyit szerettem volna ebben a videóban megosztani, hogy miért fontos a másolhatóság, és mit jelent pontosan a másolhatóság, és hidd el, hogyha egy olyan üzletet találsz, amit könnyedén tudsz akár te is másolni, akkor biztos lehetsz benne, hogy sikeres lehetsz az üzletben. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és végignézted ezt a videót. Találkozunk a következő részben. Szia!